Áldás békesség, a mai vasárnapunkon a Bibliaolvasó kalózunk szerinti új szövetségi szakaszt olvasom Máté írása szerint evangélium 5. fejezetéből az első 12 verset. Amikor meglátta a sokaságot, Jézus felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A minap láttam egy kiírást, egy rozog a kocsma oldalán, nyerő automaták, külön írva. A szó, amit le akartak írni, az, hogy nyerő automaták, csak éppen ezt egybe kell írni. Azzal, hogy ez mégsem sikerült nekik, azzal bizony akaratlanul is az igazságot hozták a világ tudomására. Az igazság az, hogy ezek az automaták tényleg nyerők, csak nem úgy. Nem úgy, ahogyan mondjuk a szegény flótás gondolja, aki lehet, hogy utolsó forintjait dobálja bele az automatába abban a reményben, hogy ha máshogy nem sikerül átélni a nyerés érzését az életében, akkor majd talán így sikerül. De nem. Bár lesz nyerés, csak nem úgy. A gép nyer, de ezt inkább elnyerésnek nevezzük. És emiatt a szegény flótás éppen az ellenkező érzést tapasztalja meg, mint amit eredetileg remélt, nem nyereség lesz, hanem veszteség. Jelen esetben egy kis helyesírási tudatlanság képes volt feltárni az igazságot. Milyen csodálatos a nyelvünk, képes ilyen igazságtételekre. Érdekes, hogy sokszor az igazság pont úgy tárul fel, hogy éppen annak elfedésére törekednek egy hazugsággal. De ez a fránya igazság már csak ilyen dolog, előbb-utóbb mindig napvilágra jön. Jézus boldog mondásait olvasva furcsa érzései támadhatnak az embernek. Ennek legfőbb oka, hogy nem igazán úgy képzeljük a boldogságot, ahogyan Jézus mondja. Úgy tűnhet, mintha Jézus, és így persze az egyház is, valami elvont boldogságot kínálna az embereknek, de ezt nem akarná beismerni. Olyan boldogságot kínál, ami a hétköznapi életben valójában pont az ellenkezőjét jelenti. És így az az érzése támadhat az embernek, mint a kocsma oldalán olvasva a feliratot. Itt bizony pont az ellenkezőjéről van szó, lesz nyerés, csak nem úgy. Boldogságot olvasunk, de valójában épp az ellenkezőjét kell érteni, ha nem akarunk csalódni. Persze markáns különbség van a kocsma felirat és a boldog mondások között, és rögtön elnézést is kérek az összehasonlításért. Az egyik arról árulkodik, hogy valaki nem figyelt általános iskola 3. osztályában, a boldog mondások igazságát viszont Jézus saját élete feláldozásával bizonyította. De mindezzel együtt is azt hiszem, a jézusi elképzelés a boldogságról, ahogyan itt olvassuk, nehezen lehet vonzó a mindenkori ember számára. Nos, mindezt azért ecseteltem, mert nekünk keresztényeknek véleményem szerint meg kell tanulnunk a nem keresztények fejével is gondolkodni. Hiszen hogyha magunkat misszionáló egyháznak tekintjük, az örömhír átadásán tekintjük a legnagyobb feladatunknak, akkor értenünk kell, hogy az emberek hogy gondolkoznak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy lebutítjuk a Biblia üzenetét a kedvükért.
Vagy elvesszük az élét a sokszor kemény Jézusi szavaknak. Pusztán csak arra ösztönöz, hogy még jobban megértsük a tanítás lényegét, hogy azt célzottan, mai nyelven, a mai gondolkodás mód szerint tudjuk elmondani. Esetünkben nincs könnyű dolgunk. A boldogságról beszélni egyfelől nagyon elcsépelt dolog, másfelől olyan terhelt lett ez a kifejezés. Amikor tehát olyan tanításokat olvasunk, mint itt a hegyi beszédben a boldogságról, és a tanítás java még csak ezután jön, merjünk csak tovább olvasni majd, akkor az arra kellene, hogy késztessen minket keresztényeknek, hogy keresztényeket, hogy ne nyugodjunk addig, amíg nem találunk olyan mély, igaz, korok felett álló, éppen ezért mindig aktuális üzenetet, ami akármilyen embert elérhet. Nagy a kísértés, hogy a boldogmondások kapcsán is közhelyeket puffogtasson az ember. De ezek már lepattannak az emberekről. Én sokatokkal együtt hiszem, hogy a boldogmondások olyan dimenzióját tárják fel az emberi létnek, amire nem is gondolnánk. Már önmagában az, hogy Jézus a boldogságról beszél, felértékeli ezt a témát. Azt bizonyítja, hogy érdemes vele foglalkozni. De biztos vagyok abban, hogy Jézus nem szánt volna időt közhelyek puffogtatására. Ő éppen minden lehetőséget megragadott arra, hogy olyan tartalmat adjon ismert szavaknak is, mint a boldogság, amik új lehetőségeket nyitnak meg az emberi lét számára. Ízlelgessük ezt a szót. Boldogság. Jó dolog, vágyom rá. De létezik valójában? Ha igen, kell, de olyan misztikus ez az egész. Mibe kerül? Mit adjak érte? Mit tegyek le az asztalra? Hogyan érdemeljem ki? Sok ember számára az utolsó reménység mégiscsak az, hogy létezik valami, kell, hogy legyen valami, amit boldogságnak hívnak. Kell, hogy legyen, ami pont ellentéte annak, amit most érzek. Mert most rossz. Ezer oka lehet annak, hogy miért. A lényeg, mást akarok érezni, nem ezt, ami van. És ha most rossz, akkor ennek ellentéte csak a boldogság lehet. Na és itt van egy olyan kulcsszó, ami miatt nem mehetünk el. Érzés. Alapvetően három téves elgondolás van a boldogság értelmezésében. Nézzük az elsőt. A boldogság sokak szerint egy érzés. Éppen ezért szinonimája lehet például az, hogy jól vagyok, vagy elégedett vagyok, vagy sikeres vagyok. Sokan követnek a különböző közösségi oldalakon, vagy elismernek, megtapsolnak, felnéznek rám. Ha mindez igaz, akkor boldog vagyok. A probléma ezzel az, és ez már a második buktató, hogy a legtöbb esetben ezek mind hordoznak egy ki nem mondott üzenetet is. Hogy ezek egy másik embertársam ellenében, vagy akár kárára történtek velem. Engem tapsoltak, nem őt. Jól vagyok, mert nyertem, igen, ő pedig veszített. Engem többen követnek, mint XY-t, engem jobban elismernek, de ehhez kell valaki, hogy kihez képest ismernek el jobban. És a harmadik buktató, hogyha ez az előbbi mégsem működne, ez az előbbi értelmezés, nem én győzök le másokat, hanem akkor én leszek az, akit legyőznek, és talán majd ez okoz valami boldogságfélét. Én leszek az, akit legyőznek, és mindezt valami félreértelmezett kegyesség miatt gondolom. Valakivel, valakikkel szemben vagyok én, aki sírok, vagyok én, aki szelíd, aki irgalmas, aki tiszta szívű, de mögött is ott van, hogy valaki képesek voltak engem síróvá tenni. Valakik irgalmatlanok velem, és én ezt hagyom gondolván, akkor én automatikusan irgalmas leszek, mert nem vagyok olyan, mint ők. Valakik nem boldogok az igazságtól, és valahol mélyen nekem nem célom, hogy ők kiózanodjanak, mert akkor én majd nem fogok hozzájuk képest jobbnak tűnni. Hát ez az a három téves értelmezés, ami, hogyha teret nyer az emberi közösségekben,
társadalmakban, családokban, akkor kijelenthető, nincs közük a jézusi értelemben vett boldogsághoz. Nézzük, miért is téves-e három értelmezés. Jézus szavait ízlelgetve azt kezd derengeni, hogy valójában a boldogság nem egy érzés, nem is érzés. Jézus sehol nem mond ilyet, hanem inkább egy létmód. Ezért nem tehető egyenlőségjel közé és pillanatnyi sikerélmények közé. Jézus gondolata szerint a boldogság sohasem mások felett aratott győzelemből, mások mögém kerülése nyomán érhet utol, hanem éppen ellenkezőleg. Éppen, hogy ott kezd csírázni a boldogság, amikor képes leszek átállítani az én központú gondolkodásomat, és a középre beengedni másokat is. Albert Schweitzer, aki a világ számára is értékelhető szolgálatot végzett Afrikában, így fogalmazott. Én nem tudom, hogy mi a te sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Mások szolgálata kizárja azt, hogy ellenükben legyek boldog. Egészen mára aktualizálva csak egy gondolatfoszlány erejéig, azért boldogtalan a nyugati civilizáció embere, mert a gazdasági jóléte mások kárára történik. De ezért nem lehet igaz boldogság az sem, amit a harmadik téveszme kapcsán mondtunk. Ha azt hiszem, hogy attól leszek boldog, ha hagyom, hogy mások uralkodjanak felettem. Mert ez adja azt az érzést, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a gonosz másik. Beteges áldozat szerep lesz ez. Nem kívánatos élet, pláne nem boldogság. Csak pusztulást hozhatnak ezek az értelmezések a közösségek életébe. Ez a gondolkodásmód, vagy ezek a gondolkodásmódok ugyanis elfogadhatatlan versengést, összehasonlítgatást szülnek újra és újra. Keresztény körökben ez úgy néz ki, hogy ki a jobb hívő, ki érti jobban a Biblia üzenetét, vagy akár ki tud jobban szenvedni, ki tudja jobban a saját gyengeségét kegyes frázisokkal eltakarni. Ahol a sírás a legyőzöttség érzetéből fakad, ahol az irgalmasság valójában a gyengeséget hivatott elfedni, ahol a tiszta szívűség azért van kitéve a kirakatba, hogy az én nem vagyok olyan rossz, mint a másik kivagyiságát tükrözze, ott szó sincs boldogságról. Ott nyomorult emberi játszmákról van szó, aminek semmi köze Jézushoz. Meg kell fordítani a gondolkodás irányát. Azért vagyok boldog, mert a látóhatárom már nem csak a földi horizontig tart. Berobbant az életembe Jézus megismerésével, elfogadásával egy olyan távlat, ahol a mérce nem a másik ember jósága vagy rosszasága, magamat nem a másik emberhez hasonlítom, hanem Jézus Krisztus az egyedüli mérce. Minden emberi, és főleg keresztény viszonyrendszerben az kell, hogy legyen a mérvadó, hogy Jézus Krisztus hogyan mutatható fel abban a kapcsolatban, abban a viszonyban. Minden cselekedetem mozgató rugója az kellene, hogy legyen, hogy tetteim eredménye dicsőséget szereze Jézus nevére, vagy sem. Azok az emberek boldogok Jézus szerint, akik nem kirakat életet élnek, akik nem mások elismeréséért próbálnak jók lenni, és azok tudnak nem kirakat életet, meg szájkereszténységet élni, akik nem önmaguk körül forognak többé, hanem, ahogy Schweitzer mondja, csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Ezért vannak olyan ígéretek a boldogmondások második felében,
amik elsőre nem tűnnek hű, de csábító dolgoknak a megszokott emberi gondolkodásban. Ugyanis egyik ígéret sem szolgálja ki, nem igazolja az előbbi téveszméket. Nézzük meg most, csak az ígéreteket emeljük ki a felolvasott szakaszból, mert övék a mennyek országa, mert ők megvigasztaltatnak, ők öröklik a földet, ők megelégítetnek, mert ők irgalmasságot nyernek, mert ők meglátják Istent, mert ők Isten fiainak neveztetnek, mert övék a mennyek országa. Ezek nem olyan jutalom ígéretek, amiért az ember annyira össze akarná törni magát erőfeszítésében, hogy elérje. Mert persze szép cél a mennyország, szép cél a megvigasztaltatás, szép cél az Isten meglátása, majd egykor. Olyanok ezek az ígéretek felületes füllel hallgatva, mintha csak arra bizonyos következő életre vonatkoznának, ami majd a halálunk után jön el. Igen, akkor majd jó lesz, akkor majd szép lesz, de mi lesz velem addig? Hogyan boldoguljak itt a földön? Ha az egész hegyi beszéd tanítása szerint akarok élni, és abban az is ott van, hogy például tartsd oda a másik orszádat is, hát akkor milyen életem lesz itt a földön? Testvérem, olyan, amilyet itt Jézus ígért. Nem árult zsákba macskát. Nem ígért semmi olyat, ami valaha is önmagában vonzó lesz az emberiségnek. De mégis szerint ezek az ígéretek magasabb szintűek, mert boldogságra törekednek, mert boldogságból fakadnak majd. Jézus így fejezi be a boldog mondásokat. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Nem emberi játszmák eredménye, nem másokhoz hasonlítgatás eredménye, nem jó érzések hajszolásának eredménye a boldogság, hanem Jézus követésének az eredménye. Ezt tanítja nekünk a Biblia. És Jézust követni nem könnyű, de nem is olyan nehéz, mint ahogy egyesek gondolják. Mert van zsinórmértékünk, ami átvezethet minket az életen. Igen, a Biblia. Azt kell komolyan venni, ahhoz kell ragaszkodni, abból kell táplálkozni, ha a bibliai boldogságot akarja az ember megtapasztalni. A keresztény élet, az Isten szerint élő ember nem a világ ellenére akar élni, hanem felismeri, a világ él ellenére, az isteni tervnek. De a keresztény ember feladata mégsem az, hogy bebizonyítsa a világnak, hogy az rosszul él, bűnös, meg semmire kellő. A keresztény ember Isten szolgálatában áll, másokat szolgálva. És ezzel kínál folyamatos alternatívát a világ számára egy magasabb rendű földi életre, a boldogságra. Egy olyan életre, ahol a lelki szegénység Isten gazdagságához van viszonyítva. Ahol a sírás nem vereség miatt tör ki belőlem, hanem mások élete felett való esedezésben. Ahol a szelídség nem a fegyvertelenség bizonyítéka, hanem az isteni erő megnyilvánulása az életemben. Ahol az éhezni, szomjazni tudás utat nyit a kegyelem megmentő csodájának. Egy olyan életet kínál, ahol az irgalmasság nem a gyengeség eltusolására való, hanem Isten létére mutató felkiáltó jel. Ahol a tiszta szívűség nem adott helyzethez szabott, hanem egyetlen zsinórmérték. Ahol a békére való törekvés nem a háborútól való félelem miatti kényszeresség, hanem Isten jelenlétében való lubickolás. Ahol az igazságért való szenvedés és üldözés viselése nem kirakat tevékenység, nem vár semmilyen elismerést, hanem Jézus példája nyomán alázatosan hordozott kereszt. Testvérek,
Ennél se többet, se kevesebbet nem jelent keresztjénnek, Jézust követő embernek lenni. Ne haragudj azokra, akiknek ez túl sok, és hátat fordítanak ennek. Te törődj magaddal. Ha keresztjénnek mondod magad, törekedj Jézushoz mérni tetteidet, és meg fogod tapasztalni, csak így fogod megtapasztalni, hogy mégis lesznek, akik emiatt majd Jézust fogják keresni. És ezáltal ők is, te is boldogságra lelsz. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy teljesen új értelmet adtál megszokott, már-már sablonos szavaknak. Hálát adunk neked, hogy kiemelted a boldogságot az emberi teljesítmény keretei közül. Kiemelted és egy olyan távlati célt, egy olyan minőséget adtál neki, ami emberi eszközökkel, erőlködéssel bizony nem elérhető. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a boldogság az a te követésed, és minden hívő ember, aki elindul ezen az úton, az meg fogja ezt tapasztalni. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen az úton te előttünk mész, előttünk mentél, földi léted során is. Hálát adunk neked, hogy szavaiddal bizonyítottad a boldog mondások igazságát, hiszen még a kereszten is másokért imádkoztál, azokért, akik téged keresztre feszítettek. Urunk, köszönjük, hogy ez a boldogság nem kék madár, ami folyamatosan elrepül, és mi sóhajtozva nézhetünk csak utána. Te ezt ígéred nekünk, adni akarod nekünk. Segíts felismerni életünkben az ehhez vezető utat, téged. Hadd kövessünk téged életünk minden idejében. Urunk, kérünk, áld meg a mi közösségeinket, a keresztjén közösségeket, hogy ott ne a boldogság tév értelmezései legyenek napirenden, hanem legalább mi tudjuk felmutatni az egyetlen tiszta, igaz boldogságot, hogy a te követésed elvezethet minket oda. Áld meg társadalmunkat, népünket, nemzetünket, országunkat. Urunk, áld meg településeinket, ahol élünk keresztjénként, ahol arra hivattunk, hogy felmutassunk téged tetteinkben, cselekedeteinkben. Imádkozunk azokért, Úrunk, akik egyedül vannak, akik magányosak, akiket próbára tesz a bezártság. Légy velük, légy te az, aki olyan biztonságot és bizonyosságot adsz nekik, hogy nincsenek egyedül. És add, hogy mi pedig megtaláljuk azokat az utakat, lehetőségeket, hogy ezt kifejezzük feléjük. Áld meg a mi gyülekezetünket, még ilyen szétszórtságban is. Köszönjük, hogy tőled várhatjuk ezt. Amen.